szeretettel köszöntök minden kedves vendéget az André Kertész emlékére kiírt fotópályázat és kiállítás megnyitója alkalmából. André Kertész fotoművész így vallott Szigetbecséről. Itt vagyok gyermekkori emlékeim legdrágább helyén, és fájó szívvel gondolok azokra a gyönyörű emlékekre, mik ide kötnek. Az életem gyönyörű volt. Emberileg próbáltam gondolkodni, emberileg próbáltam élni. És ennek alapja Szigetbecse. Ha én itthon járok, mindig felkeresem Szigetbecsét, Szigetbecse művészetem bölcsője. A művész ezen szép gondolatai, valamint az iránta érzett tisztelet és megbecsülés jeleként, mi szigetbecsei lakosok fontosnak tartjuk műveinek ápolását, emlékének őrzését. Ezért is adunk lehetőséget a fotózás művelőinek és kedvelőinek a fotóműveik bemutatására. Már hagyománnyá vált fotópályázatot és kiállítást 5. alkalommal szerveztük meg községünkben. A mostani kiírásunkban 2 témakört jelöltünk, környezetünk természetvilága és életképek lakóhelyünkről. 2 korcsoportban történt a meghirdetés, felnőtt és ifjúsági korcsoportokon. A természetről így vallott Bigel Bauer Pál. A természet valóság. Egyszerűen van. Árad. Tanít. Tanít, hogy lenni, élni jó és szép. Hogy lenni annyi, mint önmagamat ingyen ajándékként adni. Egy kő, egy virág, egy fa, a naplemente, a hold, a szellő mindennek és mindenkinek válogatás nélkül van. Árasztja önmagát. Nem tud nem lenni. Nem tudja nem adni magát. Nem tud nem áradni. Mutatja az utat, a létezés egyetlen útját. Az életképek lakóhelyünkről témához Szebeni András fotoművész vallomását szeretném átadni önöknek. Egy várost a helyei azonosítanak önmagával. Aki oda megy, először néz, s csak később lát. A képek nem a néző, hanem a látó embert helyezik előtérbe. Nem riporterként akarok látni, nem érdekel az aktualitás. A mindennapi élet sokkal felkavaróbb. Úgy gondoljuk, hogy a pályázatunkra benyújtott 258 fotó ezen gondolatokat hűen tükrözik, és ezen gondolatok vezérelték a fotók alkotóit is. A beérkezett alkotások, fotók megfelelnek az általunk kiírt feltételeknek. A pályázók többsége a környezetünk természetvilágából merítette témáját. És most szeretném ismertetni a zsűri tagjait. Ackermann Robertné fotográfus, Bécsi Ferenc fotográfus, Kőhegyiné Lengyel Anikó rajz- és képzőművészet szakos tanárnő, Horák György tanárúr, szakközépiskolai igazgatóhelyettes, Takács András önkormányzati képviselő. Elmondhatjuk, hogy a zsűri többszöri nekirugaszkodásra tudta csak eldönteni a díjakat a sok szép és tartalmas fotó közül. Ha az anyagi lehetőségeink engednék, még sokkal több fotót is díjaztunk volna. A megnyitó alkalmából megköszönjük a fotópályázatot és kiállítást támogatók felajánlásait. A támogatóink nevei. Kék Duna Wellness Hotel, Ráckeve. Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve. Tóker Projekt Kft. Ráckeve, és képviseletében Kolter Kábor jelen van, és őt kérjük fel majd az átadásra felajánlott jutalmat. Szabó B.T. Szigetbecse, Szigetbecse Község önkormányzata, Szigetbecse Községért közalapítvány, és Szigetcsücske Természetbarátok Egyesülete. Szigetbecsén hagyomány, hogy a Szigetbecse Községért Alapítvány kuratóriuma
az év tanulója kitüntetést adományozza az arra érdemes 8. osztályos tanulónak. Ebben a tanévben 2 tanuló érdemelte ki ezt az elismerést. Fóris Fanni és Bede Manuel. És mielőtt a zsűrinek átadnám a szót a fotók értékelésére és a díjak átadására, hallgassuk meg először Fanni, majd Manuel szavannak. Kérem a zsűri tagjai közére. Remek marad. Beállított pózok, riadt szemek, megmerevedett ideges emberek. Miért ilyenek? Létüket belengi az elmúlás a tudat alatt, ez bénítja az izmokat. A nagyon akarás, hogy jól mutassanak, és az utódok, látva a régi arcokat, talán semmit sem mondanak. Csak az érzékenyek veszik észre a jelet, hogy megfelelni vágyó, sorstárs emberek. Magas itt Lajos polgármester úr, hogy adja át a díjakat, illetve Gábort majd. Jó, hát én nagyon röviden fogom értékelni, illetve azzal a sztereotíp szöveggel kezdeni, most tényleg nehéz helyzetben voltunk, hiszen nagyon sok szép kép volt, és nehéz volt közöttük dönteni, hogy többször átnézve válogattuk ki a képeket, és fölhívnám a figyelmet, hogy a díjazott képet a projektből kivetítően látható, úgyhogy oda fogunk pillantani. Én az első helyzetet a felnőtt korcsoportban szólítanám az életképek lakóhelyükről témakörben. Az első helyzet Bodor Sándor, és a kép címe az utolsó kecskepásztor a medves fennsíkon. Tehát ha rápillantunk a képre, látjuk azt a szeretetet, ami a pásztor arcán megjelenik, amikor a kecskét nézi, de én megkérném az alkotót, hogy jöjjön ide hozzánk. Úgy tudom, hogy itt van. Nem tudott jönni, akkor elnézést kérek. A díj, amit kap, a Savoyai kastélyszállóban egy kétnapos, kétfős, félpanziós ellátás. Jó, akkor a második. Ebben a kategóriában a második helyezés Novák József Termés című képével érte el. Ha képre pillantunk, látjuk szintén azt a szeretetet, ami annak a erős hölgynek az arcán, a tekintetében látható, hogy a terményeit nézi, mintha kínálná a piacon, de talán erről többet tud mondani Novák József úr, úgyhogy kérném fáradjon ide. Főpolgármester úrral beszéltünk egyszer telefonon is, sikerült 3 napot itt eltölteni a Kertész André házba, és akkor készült ez a kép itt a utcát, ahogy járkáltuk a barátommal is. Hát nagyon örülünk és gratulálom. Egy 10 000 Köszönöm, még egyszer gratulálom. Köszönöm. Tehát ha nem hallották, van egy 10 000 forintos Libri ajándékutalványt kapott az alkotó. A harmadik helyezett ebben a kategóriában egy szinten. Itt egy furcsa, nehéz sorsú embert látunk, aki az elidegenedett városban egyedül ott fekszik, és nagyon magányos. Én azt hiszem, hogy meg kellene hallgatnunk, ha erről kívánok pár szót szólni Mag Krisztinak, egy 5 000 forintos Libri ajándék utalvány fog kapni. A polgármester átadja. A következő kategória környezetünk természetvilága. Az első helyezett Faragó Csaba kanalas kép. És akkor a képről egy pár, azt hiszem mindenki lát egy nagyon, nagyon szép pillanat, amikor éppen kitárja a szárnyát, éppen emelkedőben van a gém. Nehéz volt megcsinálni, de a két Duna wellness szálló kétfős, kétnapos, félpanziós wellness utalványát kapja a Csaba, nem tudom, itt van. Köszönjük szépen! A következő, ha a nevéből látom, hogy helyi lakos lesz, második helyezettünk Keszthelyi László Itatónál című képe lett a második helyezett, és azt látjuk, hogy egy mókus éppen lehajol a vízért.
Akarsz róla valamit mondani? Nem, én csak átadom. Akkor átadjuk a 10.000 forintot. Ebben a kategóriában a harmadik helyezett Kasznár Katalin félig élő. Itt egy olyan fát látunk, ami egyik oldalon gyakorlatilag már az elmúlást tükrözi, de a másik azt mutatja, hogy élni akar, az életről beszél. És akkor hívnám Kasznár Katalin, aki egy 5000 forintos ajándékot ad. Nincs itt, akkor köszönjük szépen! És akkor most... Igen, most. Az ifjúsági korcsoport következik ugyanebben a Környezetünk Természetvilága kategóriában. Stázics Rihárdot kérjük meg, aki a Becsei puszta címmel. Nagyon nehéz volt ezt, el nem tudom benne fotózni, de mindenesetre szépen sikerült. Nem tudom, hogy ezt róla valamit mondtad? Hát, annyi a különös, egy szemben keresztül képül, igen. Úgyhogy nagyon megnyert a Gyuri tetszés, és gratulálok! Gratulálok! Ha jól tudom. Nem? Nem? Benne van, akkor elnézést, benne van. Ez itt külön van. Jó, akkor a második helyezett ebben a kategóriában Balogh Edina, és egy nevet is adott annak a póknak, amit láthatunk, Pedro a keresztes pók. Nagyon szép közeli felvétel, hát hadd gratulálják neked! És egy 5000 forintos libri ajándék. Sok sikert. Jó, a harmadik helyzet szintén egy helyi lakos, Glöb Beatrix délutáni siesta. Gratulálok! A macskát láthatunk egy elég nehéz pozícióból fényképezve, nem tudom, akarsz róla valamit mondani? Nagyon szépen. A következő díjazott, hogy külön díjba részesülnek, André Kerkész és Sziget Becse című könyvet kapnak. Ezek közül az első, ezek nem helyezést jelentenek, mindegyik azonos szinten van. Gála és az utca zenésze. Hát én azt hiszem, hogy erről nem sok mindent kell mondani, látja mindenki, hogy ott van egy zenész, de nem is látjuk a zenészt, csak éppen a hegedűs dokot, ami gondolom arra vár, hogy beledobják azt a pár forintot. Úgyhogy gratulálok! A következő külön díjas Seres Gábor reggeli című fotója. Hát itt erre nem is tudok mit mondani, azt hiszem mindenki lát egy nagyon szépen elkapott pillanat, hogy a kis madár megkapja a reggeli. A következő Lackó Magyar György kóstoló. Tehát egy pillanatot láthatunk egy közeli felvételen, amit a virágnak a nektárját kóstolgatja. Nem tudom, nincs itt Lackó? Jó, akkor, tehát ő is egy alkotó. És akkor az utolsó olyan kép, amit a kivetítőn szerepel, Dr. Kökén Zoltán Persze épülő című képe. Nagyon szépen komponált alkotás. A nap fényét látjuk a vízben, visszatérve. Gratulálok! És akkor a külön díjas fiatalokat szólítanám sorban, ezeket a képeket nem látjuk, majd meg lehet nézni. A külön díj a Ráckevei Aqualand, vagy más néven, a Token projekt élményfürdő kétszemélyes belépőjegyében részesülnek, és akkor, mint ahogy mondtuk, Kolter Gábor adja át a díjakat. Jó? Keszthelyi László. A képeiket meg lehet keresni. Viski Andrea. Laki Eszter. Teplicki Péter. Szíves átvenni a díjat. Katona Marcell.
Nagyon szép nevet fogok mondani, Gávilla Iris. És végül, de nem utolsó sorban, hiszen itt nem helyezések voltak, Török Vivian szólítanám. És még egy kimaradt. Elnézést, akkor a Vivian úgy látszik, nincs itt, de én meg kihagytam valakit, és elnézést kérek tőle, de még egyszer mondom, ez nem helyezésen, Marcin Tamás szólítanám. Valószínűleg köszönöm. A programmesternek azt szólt, aki még néhány szót szeretett. Kedves vendégeim, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenki azon a mai meleg délutánon, ezen a szép ünnepséget. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik részt vettek ebbe a pályázatban. Nagyon örülünk ennek. Úgy, ahogy a Margitka elmondta, hagyományt csináltunk ebből az André Kertész amatőr fotópályázatokból, és nagyon köszönöm is. Egyben gratulálok mindenkinek, elsősorban a nyerteseknek, de mindenkinek, aki bármilyen képpel hozzájárul ehhez a szép kiállításhoz. Jó kívánsággal mit lehetnek ebben a melegben? Jó szórakozást kívánok, érezzék jól magukat, és szeretnék mindenkit, aki úgy gondolja meghívni az André Kertész emlékmúzeumunkba, ahol akik még nem látták a fotókat, akik a fotókat látták is, azoknak is ajánlom, mert most hoztuk haza két héttel ezelőtt azt a 177 tárgyi eszközt, amit Kecskeméten tároltak eddig is Szigetbecse vagyona. André Kertésztől kaptunk 189 tárgyi eszközt, ami most itt vitrinekbe ki van állítva a múzeumban. Aki ráér is ebben a melegben, van még lehet ereje, a szeretettel várjuk a múzeumban. Köszönöm szépen mindnyájuknak, még egyszer megköszönöm és gratulálok. Ami nagyon lényeges dolog, szeretném megköszönni, nagyon megköszönni a rendezőknek, elsősorban a kuratórium tagjainak, tessék egy kicsit előbe jönni, annak elnökasszonyát, a Lumei Sándornő Julikát, ő ennek az egész munkának a főszervezője, főrendezője munkatársaival. Julika, gratulálunk és köszönjük szépen. A Sziget Csücske Természetbarátok Egyesületének, akiknek a tagjai együtt a kuratórium tagjaival csinálták ezt a kiállítást, szervezték az egészet. Annak elnökasszonyát, Marika, légy szíves, tőle egy kicsit közelebb. Hol vagy szépen? Köszönöm szépen! Részt vettek ebben a szervezésben, rendezésben. Mit kívánhatok, legyen még erőtök sok-sok évig ezt a szép hagyományt tápolni, és ilyen szép ünnepségünket együtt ünnepeljük ezeket az értékes munkákat. Én nagyon szépen köszönöm a szót, és további jó szórakozást kérem. Köszönjük szépen, és itt szeretném elmondani, hogy jelen kiállítást vasárnaponként 14 és 19 óra között meg lehet még tekinteni. Várhatóan augusztus végéig kerülhet erre sor. Amennyiben a hétközben szeretne valaki ide belátogatni, úgy a polgármesteri hivatalban kell egyeztetni az időpontot, és akkor kulcssal együtt jön valaki. Szeretnék én is gratulálni valamennyi díjazottnak, és nem díjazottaknak is, hogy fotóikkal ilyen csodálatos élményben részesítették az ide látogatókat, őrizzék meg ezt a fotogén érzékeny személyiségüket, és örvendeztessék meg környezetüket a csodálatos fotóikkal. Kívánom, hogy a kiállítás elhagyva szép emlékekkel térjenek majd vissza a következő kiállításra. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok. Köszönöm.
kérdéstől szeretném megkérdezni, mikor készült ez a kép? 2009. novemberében készült itt Szigetbecsén a temetőbe, mivel hogy itt voltunk a kertész André házának a vendégszobájában, mint fotós vendégek. Thank you.